Nagy várakozással indult a jetski országos bajnokság első fordulója az Onod melletti tavon, hiszen az elmúlt két esztendőben nem lehetett teljes értékű bajnokságot rendezni. Bár a szokásosnál hetekkel később rajtolt a sorozat, hűvösebb időjárás jellemezte a hétvégét, mint azt sokan várták. A versenyzők, akik eljöttek, élvezték, most átalakítottuk a pályát, tehát a megszokottakhoz képest egy fordított pályát tettünk fel. Itt sajnos az időjárás hát nem a legideálisabb, nagyon szeles az idő. Itt Ónódon ez szokatlan, egy kicsit meg is nehezítette az építkezést. Jó, hogy nem volt eső. A víz az hűvös, ez szerintem a jetski versenyzők ennek örülnek, mert ugye a hajóknak az jó. Beleesni már nem annyira komfortos, ezt itt volt, aki tapasztalta. 12 zárt pályás kategóriában nagyjából 50 versenyző állt rajthoz, és jól elfértek egymás mellett a többszörös bajnokok, valamint a jetski versenyekkel most ismerkedők. Inkább az a jellemző ebben a sportágban, itt nálunk legalábbis azt figyeltük meg, hogy a családtagok itt egymásnak adják a jetski kormányát, és valóban családok, teljes családok versenyeznek. Itt van például a Dudás család, ahol a gyerekek a Sparkban indulnak, illetve Állósban is. Én kezdtem el versenyezni ebbe a Spark kategóriába 5 évvel ezelőtt, és hát a gyerekeim most már elkezdtek felnőni, és ők is jöttek velem mindig. Úgyhogy most már le kellett szállnom a jetskiről, mert egy darab jetskink van, közben béreltünk még egyet, mert 3 gyerek van, úgyhogy most 3-an mennek, én leszálltam, én a partról nézem őket. Én nem nagyon izgultam, nem tudom, hogy ez baj-e vagy sem. Fent a vízen azért volt egy-két alkalom, amikor már úgy voltam, hogy leállok, de azért kibírtam, ennek nagyon örültem. Igazából nekem tetszett így maga a verseny, meg ugye Bendegúzzal is nagyon jól le voltunk, meg versenyeztem vele is rendesen, szóval azért élveztem. Ugye mivel először megyek, így először bonyolult volt, meg nem értettem, de egyre jobban ment, és egyre jobban belelőttem már a edzésen is, és utána a rajtnál is már sikerült minden, és utána már bólyahibám se volt, és minden összeállt. Hát nagyon jó érzés. Megvan az a feeling, amikor készülünk, öltözünk, és nagyon tetszik. Az országos bajnoksággal párhuzamosan vannak, akik nemzetközi versenyeken is rajthoz állnak, igencsak biztató eredményekkel. Ez végeredményben valamilyen szinten egy válogató verseny is, főleg a juniorok tekintetében, mert a Nemzetközi Szövetség most egy új kategóriát létesített, egy junior GP4 kategóriát, ahol nekünk eddig nem volt versenyzőnk. És két olyan versenyzőre esett a választásunk, aki olyan 15 éves korhatár alattiak, akik még csak szalalom versenyen mentek, de még életükben zárt pályás versenyen nem mentek, és most őnekik volt az a fő próba, hogy az EB-n akkor tudjuk-e őket indítani, de gyakorlatilag két futamot már teljesítettek, és úgy néz ki, hogy nagyon jól csinálják a dolgot. És a junioroknál pedig az Állós mezőnyben, hát Jászai Csongor szenzációs jól versenyez, tehát felnőttek között is megy már, és neki ugye az utolsó szezonja junior 3.3-ba. Az egész VB-s szereplés egy nagyon jó, hosszú felkészülés is elkezdődött februárban, és igazából most ez volt ugye a csúcspontja ennek az évnek, de még lesz ugye a második forduló Albiában. Jelenleg harmadik helyen vagyok a világbajnokságon, az első világbajnokságomon, felnőtt világbajnokságomon harmadik tudtam lenni. A két világbajnok lett előttem, a tavalyi, meg az előtti, de még mindig van esélyünk az első helyre, mert csak 6 ponttal vagyok lemaradva, ami akár egy futam, egy verseny hétvége alatt megfordulhat. Nagyon jó a légkör egyébként, jó a családias a hangulat igazából, teljesen nem tudok senkire se egy rosszot mondani. Izgalmas versenyek vannak egyébként, igen, valóban jönnek több országból is. Vannak egyébként még olyan emberek is, akik annóval régen versenyeztem, és ugyanúgy csapatok, oda meg ugyanígy egy légkör voltunk. Vannak még régi arcok is, ezekkel jól szembesülni. Nagyon jó volt, mert nem lehet kifejezni szavakkal.